Becca'dan çıktı. Neyse o Becca'sını is. Mindjárt várja. Jó reggel, Riatám! Sziasztok gyerekek! Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kívásos rész. Multiplayer verziójával, ugye az előző részben. Oda nézi, alsó ülekem, GTN szerint ott van a sorokban. Ha meglátszik, hol készült ez a csodálatos patkacsi. Jaj, jaj, nagyon-nagyon várjuk egyébként a dolgozókat. Bár nem tudom, hogy mennyire fognak jönni, mivel körülbelül az előző éjszaka éjfélkor, vagyis hajnali egy körül raktam ki a modpakot, úgyhogy lehet, hogy nem túl sokan leszünk, mivel eléggé be volt sűrűdve, így ugye ki kellett raknom a modpakot, ugye tegnap raktuk ki a videót, és így egy kicsit félek tőle, hogy nem fog jönni senki, és egyedül kell dolgoznom, de bízok benne, hogy az nem így fog történni. Na, a multiplayer dolgot kellene átállítani a képernyőre, de az hol lehet ilyenkor? Várjál. Valami, biztos van valami. Szervérbeállítás, ez mindig elfelejtem. Na, átírjuk a jelszót, biliárdra, és akkor már is jöhet ők. Biliárd, ugye? Így jó vagyok. Változtatás. Mentés. És akkor várom az érkezőket, nem biztos egyébként, hogy tényleg tudnak jönni szegények, mivel, Bence! Kapcsolódik a szerverhez, nagyon jó. Kell dolgozzunk egy csomót, úgyhogy tényleg jöjjenek az emberek, mert legalább képen lust dolgozni. Össze kell kapnunk, hogy 300 ezret. Egyébként nincs bent most az a mód, tudjátok az a, amelyik ugye változtatja a minőségét a területeknek toporás szempontjából. A Reamon nincsen benne a játékba. Viszont úgy gyerekek, nem a kettel leszünk Bencével, az egy kicsit olyan. Na, meg is érkezik Bence, és neki is állítjuk dolgozni. Figyeljetek, az lenne jó egyébként az ifára valaki átpakolná a dolgokat. Lehet, hogy az én leszek? Nem tudom, hogy kellene. Jó lenne, jönne még valaki, mert ugye csomó munka van. Csak hát tényleg az a baj, ugye emiatt, hogy naponta kerül ki rész, hogy ugye kikerül az a rész, amiben kihúzzuk, hogy multiplayer. Ó, jön Máté is, nagyon jó. Laci is. És Pan Zsolt! Már meg is vagyunk, négy darab belós. Hello, szia, szevasz! Van nálatok terasz? Nagyon-nagyon örül a képer, nagyon örül a képer. Komolyan mondom. Jó, remélem, hogy ilyenkor haladni, amit beszélek, bár lehet, hogy sokat nem veszítettek meg vele, mert itt ökörködik aki. Szeva! csatlakozzatok a gazdasághoz. Egyébként annyira várom, hogy nincsen voice chat a játékban, de tényleg kellene egy Discord szerver csinálnom, és abban ugye ilyenkor be tudnám húzni az embereket, bár megadnám nekik ugye a különböző, bár lehet, hogy nem is akarnának, ugye, mert például többen kérdeztétek, hogy én nem akarok mikrofonnal részt venni, mert a család a háttérben éppen tikot vág, meg ilyenek történnek. Na, csá mindenki, jelentkezzen mindenki a TS telepen. Hello! Én vagyok a Bence az előző multirészben, nagyon királyok vagyunk. Jelentkezem itt a főnök. Itt a főnök a lakókocsinál. Ej, sorakozó! Sorakozó! Ilyen miért? Egy kávé? Nincsen kávé! Hajnali 10 órakor nem iszunk kávét. TS-be ne felejtsetek el belépni. Gyártek gyerekek, sorakozó! Na, meg vagyunk. Ki tud jól homlokra kozódni? Ki tud jól homlokra kozódni?
Valaki nem ment a WC-re. Tifára át kéne rakni a cuccot a pótról, itt te. Valaki? Ó, ma Máté már nyomja neki. Többiek kultira fel! Ó, de különben annyira bírom, hogy tök intelligens embereket fogok kivinni. Ó, már Bence megy az izem rám a Steigernel! Valaki T-100-ön fekká, meg Lacinak marad. Ó, gyerekek, hallod, nekem nem marad gép, Dick. Az, amire elindul, arra lemegy a nap. Új, nagyon jó! Arra nézzetek, gyerekek, meg bukodik a tele. Indul-e, bindul-e? Gyerekek, ezt meg kell néznem. A hóra nézé, Bence, Funzsolti, Laci. És mindenki tudja a dolgát, mekkora királyság? Hát tényleg tudják. Mindenki megfelelő kulti. Jaj, de jó. Megy a rába. Jó, nekem meg nem maradt egy gyűves gépem se. Nagyon király. Várjatok, itt akkor ezt mit csináljuk? Lesparizzuk? Igen. Itt a tojás. Jaj, a tojást eldobom, bassz. Jaj, lóra. Jaj. A tojás megy. Meg a szorra a tojás van. Itt a tojás. Nagyon lol. Egyébként holnap érkezik az új processzorom, szóval valószínű, hogy kicsit jobban fog futni. Amikor nagyon sok a mod, és nagyon még ráadásul multiplayerben is vagyunk, akkor azért vannak bajok. Gyerekek, nagyon jó, megy a kultizás, mi a tökömmel én meg, mi a tökömmel? Kérdezik, hogy menjünk-e körbe. Ahogy szeretnétek, gyerekik! Hajrá! Végre megy a bukka! Hoppa, az meg... Amikor profikat veszünk fel! Én látom a kultit viszi a izé. Laci meg csináld a szélét. Kösz, hogy jöttetek ám, gyerekek! Ó, hát várjál, mi történik itt? Mi folyik egy gyöngyösön? Jajjaj! Ledöntse, leburítsuk! Hol az ifa? Ja, jó van. Nem kéne útba lennem, nem... Jajjaj! Szegény Máténak van a szemben, mint a Pilátus macskája, legalábbis, hogyha nem tudom mennyire tud izolni, rakodni. De egyébként én szoktam tőle vadulni. Én átérzem Máté, átérzem a izét, a helyzetedet. És fölvette a súlyt hátulra a gyerekek, azért ennyi eszebb kipőleg sose volt, mi? Hogy nem azzal szórakozik, hogy na jó, van, oké, megy a melló, csak az a baj, hogy nincs kevés a tattor. Kevés a tattor. Lehet, hogy ezt máskor kellett volna, de legalább megussza a keeper, értitek? Értitek? A tojással kéne valamit csinálnom egyébként. Mit csináljuk a tojást? Figyelj, tojást összerakjuk valahol, jó? Itt összepakolja a keeper. Halljátok, én nekem izé van, csak ilyen számolom a pénzt munkámon, nem? Egyébként a Rába Steigert nagyon sokan mondtátok, vagy a Rábát, a 180-asat, hogy azt el fogjuk adni, jó? Mert... Mondtatok, hogy az nem jó, szívatom magam, valószínű azért a pénzért, gyakorlatilag úgy fogjuk eladni, hogy visszaveszem a 101 ezremet, meg ugye meg kitoroljuk gyakorlatilag, és akkor nézzünk majd a következő részben valamit, érte. Ú, de viszont tök jól megy a munka. Maradni kéne, gyerekek, jó?
maratásig el tudunk jutni? Mit gondoltok? Hú, gyerekek, szegény Máté az mind a Pilátus macskája. Elhát. Szójár vetünk, oké? Okay? Szójár vetünk majd, oké? Okay? Gyerekek. Legyen a szója, mert az a kicsi a tárolónk, és az legalább belefér. Vágjátok, hogy mire gondol a keeper, ugye? Jó. Na, meg kéne nézni többieket is. Máté az itt küzd, mint a disznó a jégen, szegény. Tudom sajnálni. Tényleg, bocs érte. Én is veszem fel videóra. Oké, okay, egyébként, ha elküldöd nekem privátban vagy valami, kirakom ez alá a videó alá, hogyha feltöltöd, és akkor meg tudják nézni a te szemszögödből. Videó, megírom neki. Te szemszöged. Írtam neki, ja, ha elküldöd a linket, akkor kiteszem a videó alá, és meg tudják nézni a te szemszögedből is. Na, az szerintem jó, mert akkor más szemszögből is lehet látni, hogy mi a szitu. Jöjj, gyerek, Lacikám! Azért te a krisztált kifogtad, de ugye most sokkal gyorsabb, mivel... Persze. Kifogtad, de egyébként most sokkal gyorsabbak a gépek, ugye nem csúsznak, mivel nincs benne a real mód. Szóval igazából szegények, ez nem is annyira jó. Máté gyomírtó, hol a Máté? Máté gyomírtózik? Ja nem a gyomírtó, ugye, hogy azt urcilász a szegény. Ki van a főnök, nem most szívni a gázolajat. Máté, kifogtad, azért a start pakolni. Ne a kalappa, hogyha az sikerül. Jaj, az oldal most lett megcsináltad, a zsirúja gép, ne szorakozzál. Most csináltad, most a fagyűrő felé, most izét, hogy aludtad a deszkákat hozzá. Jöhet át egy kis, jöhet, toljad meg, lesporizol. Úgy, nagyon jó vagy testvérem az urba. Összevágom zenés videóra. Ugye például Bence is valószínűleg ugye nem nagyon akar hanggal lenni, és azért inkább... Jaj, de Bore, jaj, te várjál! Tudd meg, jó az! Jó az, testvérem! Jó, lefigyelj, lesparizom, nagyon jó. Úgy, tök jó. Jó az. Jó az, Máté. Nem kell itt izé csinosnak lenni, gyerek. Izé, süt tojás se csinos, mégis jó. Na. Meló. Mi van, Bence? Elviszem a izét, Vernát. Igen. Fut. Hova fut? Beszállok a izé traktorba. Hova futott a Bence? Nyomom neki én akkor addig. Bence elment izé szarni, hogy nem ott a táblába futkorászik. Ó, de jó, viszi a steg, vagy rába. Na! Állj! Ja, nyomjad neki, testvérem! Klippeket veszek fel, ja, oké, hoztad a kamerát is. Hoztad a GoPro-t, írtam neki. Juhu! Nekem is egyébként ilyen izét kellene. Tényleg, azt a betyát, tök jó izéket, ilyen zenés videókat lehet csinálni. Szegény Laci. László az meg izé van. Küzd a krisztállal, mint a tényleg a disznó égen. Egyébként közvetítem. Igen, Laci! Laci, nagyon szépen! Nagyon szépen, a szegény kicsi kultival!
Jaj! Figyeljetek, eladjuk a 180-as rábát, valószínűleg veszünk egy nagyobb rábát, vagy akármit is. Jó nyomod, Lacikám! Jó nyomod! Micsoda sukár napszemüveged van! Na, Laci nagyon akkurátusan csinálja. Hoppa! Mi történt Máté? Jaj, Máté! Ez a hoppá, én úgy érzem, hogy nem jót jelent. Ja, így kell dolgozni, gyerekek, így kell dolgozni. Hua! Hua! Jaj, Máté! Figyelj, ne fejtetőd! Ne fejtetőd! Várjatok, annyit besegítek neki, lehet, hogy bekapcsoljuk ezt a szuper erő horror eszter. Izé, hogy annyi, hogy figyelj, visszaállítom neki, jó, ezeket a dolgokat, mert ne legyen annyira problémás. Egy erőbe föl is rakhatnám az ifára, de hát akkor meg... Jó, várja, ezt azt már nem bírom el. Igen, várja, altal, ugye? Be van a lumberjack mód. Hosszú altot nyomsz, akkor így föl tudod verni. De érdekes a... Ezeket a műtrágyákat fel tudtam. Szuper erő mód nélkül. Az már kemény, nem gyerekek? Ide készítem neki. De részé. Nagyon jó. Hallod? Ez már felrakott kettőt. Ne van úgy. Hármat? Az előbb mentem el ide. Mi történt? Gyere meg el. Az urba. Jaj. Mondjuk jó valaki, nem nagyon rosszul, figyelj, kicsit segítünk neki, jó? De tényleg, hogy itt elöködöm a pótkocsit, elöködöm így. Na. Jó, nagyon jó. Azért így egy kicsit gyorsabban megy a munka, nem? Így egy kicsit gyorsabban megy a meló, mint egyedül. Vajátok, izé nézetben meg tudom már nézni, okosba, figyeld. Ugye? Úristen, mi a crosspok már meg? Ne szórakozzál! Ez mi? Ezt is ilyet is rakott be a Keeper? Te komolyan mondom. Ja, írtátok, hogy frissítsem le a modokat, meg fog történni, csak a Keeper hülye. Na, oda nézni, így meg lehet nézni a srácokat. Figyeld, így ilyen... leselkedő nézetbe. Ó, oda néz. Valami, tök, jaj, majdnem tökéletes, de jól fogja. Á, nagyon jó. Na, mi a szituáció itt? Igen, lefogja azt is, tök jó. A gyerekek megy a meló. Na, azért így megy a meló. Jaj, de nagyon örülök neki. Szegény Zoli, ugye? Ő meg... Nem is lát, nem is tudja, hogy itt vagyunk. Ez durva. Mert ilyen nézetben így lehet nézelődni. Csak így lehet, hogy nem látom, hogyha írnak. Ez skacok. Figyeljetek, mindjárt megvan, baze. Hallod? Ma több, mint fele megvan. Ma több, mint fele megvan. LOL. Csak az a baj, nekem nem jutott gép. Ez így jó, de kombájnoknál már jut. Ugye ott már jut. A jut. Hogy örül a Keeper, mi? Eljött dolgoznak a gyerekek. Jó, figyeljetek, egy szói aratásból szerintem meg lesz nekünk megint egy plusz 100 000, aztán akkor lesz vagy 200 000-ünk, azt tudunk valami jó gépet menni. De egyébként ez a srác, ez tényleg tud pakolni, öcsém. Ez tényleg tud pakolni. Befér oda még? Befér Máté. Ó, ezen az ifán jobban is elférnek a cuccok. Jobb lábam a gázon, bal a jobban. Lol. Nagyon-nagyon ügyes vagy Máté, bazeg. Hát, közeledben nem érek. Hallod, én egy ilyen fél részig elszórakoztam vele, amíg fölpakoltam. És visszalakta a helyére a pótkocsit. Hát mindig ilyen emberek jöjjenek dolgozni, komolyan. Ez az MTZ csöppet szokatlan. Milyen az, amikor nem szokatlan, úristen? Mondjuk a KCR-re lehet, hogy lehetett volna pakolni. Hajjól, tesó! Hát eljön, majdnem letéptem a fejemet! Lol!
Gyerekek, ma izé meg mindjárt kész van. Nincs gépem. Nincs gépem. Kiviszem majd az ifát. Fölrakja azt a kettőt, figyelj, és besegítsünk neki. Ad érvényesüljön. Sikerélmény akkor van, hogyha... Egyébként néha a fizika elég fura játékban, igen, kilövi a dolgokat. Szegény Laci. Szegény Laci, hallod, azt miért, mit csinál? Allod azzal a pici ízeivel, pici kultival, tárcsával. Figyeljetek, be lesznek az IH-k majd. Másfélszer akkorát húz mindez, az húz ki. Jó, jó összekozott a rábadék. Azt a betyár, gyerekek, nagyon jó. Be kell raknom többször a múlti sorskártyát. Be, igen. Hol van a ide? Hol a lacikám? Humban. Nem van, kifogyod, üde vagyok. Hordhatom itt kannába nektek, gyerekek. Sporoljatok vele, ne nyomjátok padlóig! Szegény Laci, jó? Most már átérzem. Hallod, szegény Laci az, igen, azt a három csikot húzta, meg most átjött ide. De egyébként Laci nagyon-nagyon különcködik. Mindig olyan érzésem van, mintha emelni az elejét a... Persze. Jó, 49 literes. Persze, meg is kell tankolni mindenképp a vetőket. Mindenképpen meg kell őket tölteni. Hát gyerekek, vessünk, karassunk, csináljuk meg mindent. Ki kell használni? Ki kell használni? Lehetne még egy slotot indítani, csak akkor ugye az a gond, hogy ott már elfogy. Elfogy a gép, így is ugye nekem nincsen gépem. Szóval a következő ember az nem nagyon tudna mit csinálni, ezért inkább azt nem indítunk, hanem hogyha esetleg aratunk, akkor még egy slot. Jó, így is egy kicsit túlzásba este, mondani? Jön ám a dolgozó. De tényleg lehetne egy ilyen zárés videót? Ah, nagyon mondja. Milyen jó! Készítsd a vetőt. Mivel? Írom nekik, hogy oké. Okay. Nem tudom, mivel. Kézzel húzkodjam? Vagy mivel? Nem azt, mást. Na, itt megint már megtörténik az esemény. Máté szerintem lassan végez. Ó, de jó, ó, de jó. Végzett is. Jó, de jó, várjál. Legyen feszítőbb minden. Mert a mitrágya. Mert a mitrágya vagy a vető. Kiviszem a lifát. De nagyon szép volt, Máté, szép munka volt. Tökéletesen epakolta. Ez a lifa az jó ötlet volt, jaj, nagyon epic. Hogy örülök éppen magának, komolyan? Aha. Szója, ne felejtsétek. Ez az ifa, ez nagyon adja, ez nagyon adja, ez nagyon köllött. 18 perc alatt kész is. Csöppet rottyom volna az MTZ. Ja, lehet, hogy nincs megjavítva. Figyelj, ott van a chiptuning a izé mellett, a ketszó mellett, ha valamit kell chippelni. De ez az ifa, ez a hang. Figyelj, mindenképpen, mert... Mindenképpen vetünk is ma. Aratunk. Oké, gyerekek, nagyon jó, elvetjük. Hogyha kell a izék, ki van hozva a bűek, vagy... Gyerekek, nem dolgozok semmit, csak az ifával ógatom a lábam, komolyan. Mondjuk a vetés az nem lesz gyors. Abban biztos vagyok.
Én aratok? Oké. Én meg lógatom a lábam. Hát igen, ezért lehet, hogy itt egyen több ember lett, mint ahogy kell, de hát jó van. Lehetek ezek, de föl lehet hajtani ennek az ajtaját? Hogyne lehetne. De ez a másikat azt hogy hajtott föl? Ja, az jobb gomba. Ó, nagyon jó, igaz, így lelóg. Úgyhogy elég hülyén néz ki. Úgyhogy inkább legyen így lenyitva, jó? Állítsuk már meg el. Na, gyerekek. A, egyébként Ferika haverom rákeresett ezeknek az ifáknak a rendszámjára, és képzeljétek el, hogy valós rendszámok vannak. Laci, vedd ki a téglát a pedálról. Szegény Laci, nem kell bántani. Valaki mehet a műtrágyázóért is. Valaki mehet a műtrágyázóba is. Gépeket a helyre, gyerekek, gyorsan! Gyorsan! Vigyázzatok, ott az ifa, a hülye gyerek oda tette az útba. Komolyan végeztük? LOL! Ezt egy ilyen ideig szoktam csinálni egy napig. Kirakta én ezt a hülye ifát? Ki volt az a szerencsétlen állat? Na, a vetéshez vagyunk, nem lesz ilyen nagyon leányálom. Egyébként a vetőből lehet, hogy vehetne a Keeper még egyet, nem? Mondom, gondolkodok. Mennyi? 4300-unk van. Hú, de hogyan mennék, ha egyszer nincs rá pénzem? Várjatok. Most már tényleg azt mondjuk, a vetőből lehetne még egy. És már megint átrendeződött, úgyhogy ez ugye nem volt, szóval azért is mondjátok, hogy anya, de hülye vagy, de hát nem tudjátok róla. Ilyen hülye képernál. 7000-be kerül. Vegyünk egy ilyet. Most kivételesen. Most kivételesen, jó? És akkor ez mondjuk legyen kék. Nem kö tábla, kerékbeállítás. Nem kö. Van még, hogy vető a boltba, ha kell. MTZ-t te kéne vinni a TMK-ba. Itt van a csippelé. Várj, elviszem, akkor megcsippelem az MTZ-t. Megjavítom. Tudom, hogy 2000-ért vettük csak azt a vetőt, de most nem az fog osztani szorozni. Hol van a izé? Hol van az MTZ? Máté, itt van a csippe. Várjál, Máté. Mi van az, hogy kivárták el ebből a dobozt? Azt a becsár, mi van itt? Várjál, Máté! Mindig... Várjál, megpróbálom megjavítani. Jaj, ne! Ne! Megjavítottam, mehet, szar, Máté! Meg van csippelve. Köszi főnök. Ment rá a Turing. Ide teszem a izét. A chip Turing, a chipes ládát. Szójár vetek nyugi, szója! Szója képernek a bajon. Ó, nagyon jó, gyerekek, három darab vetővel veletük. De várjál, igen, Zoli. De várjál, sok. Ja, meg egy ember már nyomja, 50% megtrágyázott, de az lehet, hogy nem lesz jó, hogy letrágyázza, mert lehet, hogy nem fog kétszer 50% úgy belevenni, hanem egy következő szakaszba kellett volna, úgy érzem, nem? Nem érzem ezt jól? Érted, mire gondolok, lehet? Na, így ráhúzunk még egy 50%-ot, nem hiszem, hogy jó lesz. Nézzük a izéket. Ja. 0%? Miért? Vagy lehet, hogy átment arra? Milyen lekotkodál ez a szar? Melyik? Ki van, Bence? Mi van bele? Ja, izé? Melyik? Nem a...
Az a rába, az egy kicsit hibás, sajnos, hát ez egy ilyen buli. Az a rába az nem, hogy lekotkodál, hanem az úgy rúg, mint a disznó égen. Az MTZ-be előzik, gonyarvodik. Egyébként kipróbáltam, valaki írta, hogy rakjak rá súlyt az elejére. Nem nagyon használt, várjál, hozom a izét. Hozom. Hozom a magot, csak induljon el ez a kotla. Remélem nem állunk bele a földbe. Ügy, gyerekek, 36-tal hasít a keeper a izével. Megjött a gyors reagálású ifa. Megjött a gyors reagálású, elvileg ennel lehet váltani. Csak a keeper nem jött rá. Hé, műtrágya! Nincs műtrágya. Ja, nem baj, nincs műtrágya, de nem baj. Ó, el kell menni, el kéne menni műtrágyáért. Elmegyek műtrágyáért. Elmegyek műtrágyáért. Nem kell vetőbe izé? Na. No. Mert 21%-on van csak a műtrágya. Te öcső, én meg megyek műtrágyája. Az nem volt, kevés van. Vódik. Gyerekek, megy a veló nagyon. Ja, csak nem fog kijönni, várjál, zsákkot. Nem lesz jó, így nem lesz jó, igen, mert így nem fog belevenni a 250%. Nem baj, majd kétszer szórjuk le. Ja, így nem jó, igen, azt pont én is azt megjegyeztem. Nem nagy zsákok, hozok egy kis műtrágyát, ma nem nagyon van, de mondjuk így meg pazarlás. Pazarlás, vagy gyerekek, nem jó ez. Az összes pénzünket műtrágyára kell vernie. Jó. Igen, a vetőbe nem tesszük. Jó van gyerekek. Hoztam egy pár zsákkal. Föl kell szórnom, föl kell dobnom, more. Gyerekek, nagyon, nagyon megy a munka. Megvan oldva, igen, a vetőbe nem kell rakni. Figyeljetek, le lehet szórni, az semmi gond nincsen vele. Az a lényeg, ma jussunk, remélem mindenki szójázik. Szója, jó. Három vetőbe megy a szója. Abba ne. Ki, jó van, oké, ki is fogyott. Hát, ja, az a baj, zabálja, ugye. Mindegy. Az most egy kicsit, jó, de figyeljetek, visszajön azért a segítségem. Oké, hozok műtrágyát. Mert a műtrágyázóban 4%-on van. Hozom a műtrágyát! Ugye különböző növekedési szakaszokba kell műtrágyázni, mint a vetést. Akkor csak a műtrágyához megyek. Egyébként ez az ifa, ez nagyon jó. Megyek a műtrágyához. Hol van ő? Jaj!
Azt a rohadt életbe! Júj, more! Júj, Dick! Ha majdnem meghaltunk. Ott ahol nincsen pénzük testvérem lóvére, úgyhogy ott szórna, ahol kell. Jó, mondjuk ez... Jó, hárman vetnek ezerre. Szóljabban 50%. Ugyan csak azt mondom neki, hogy ott ugyanezt szórja, ahol... Ahol. Igen, nagyon jól csinálod, nagyon jó, Laci. Lacikám nem beszél sokat, de nagyon tudja a dolgát. Na, milyen szituáció? Megkötóni vagy mi van? Ja, egy kicsi FPS droppunk van, egyre több a mód. De a Keeperre érkezik az új processzor, és már megoldódik a probléma. Egyébként ez... Szarad a 180, ugye? Reamur nincs is benne, és a 180-as döglődik. Nem tézi jobban húz, mint a... Noknap nagy szar, üzenem a készítők. Ja, szerintem túl realisztikusra akarták csinálni, hogy Reamur nélkül is ugye tök jól működjön, de hát ez nem jött össze nekik, sajnos. Nagyon jó. Egyébként jól megy. A műtrágya 62%. A műtrágyával lehet, hogy gondunk lesz. Nem tudom, maradt az IFA műtrágya? Nincsen műtrágya, bazza. Kevés lesz a műtrágyánk, gyerekek, nem? Az fogy nagyon-nagyon gyorsan. Mennyibe lehet eladni? Vissza fogom kérni az árat. Vissza fogom rakni az árat, mindenképp úgy lesz. Aztán akkor ezt elköltjük. Jó, 189-ünk van, idejében. Senki nem akar rábával menni. Nyomjátok gyerekek, ne tököljetek! Várjétek neki! Hajrá, hajrá! Valaki átment a túloldalra, nagyon jól tette, egyébként. Tök jó. Bence, hova visz? Ott hagytad a vetőt. Nem vetel! Fonsolt, nem vetel! Zsolti! Bence, hova visz, szóval itt van, neked meg a vető, itt a vető, he? Ja, lehet, hogy elmegy a kristálért. Nem tud elmenni a kristálért. Laci, a gépet vidd oda a vetőhöz. Ja, hogy a kristállal, aha. Ne bambultam. Pazaroljátok az üzemanyagot, gyerekek! Laci, tudsz vetni. Jó van, gyerekek, szuper. Jó, oké. Okay. Keeper viszem a bolthoz. Jó van, de várjál, ja, jó, oké. Okay. Oké, akkor azt fogom csinálni, hogy meg el is adom, és akkor becsiteljük a pénzt. Akkor ebben a részben egyébként nem is számítottam rá, hogy ebben a részben ezt megoldjuk, de pont tudjuk ugye, hogy 101 ezernek kell lenni pénzüknek, miután eladtuk. Na, hozza! Figyelj, elment körbe, testvérem! Ki lehetett a hadzsautó jönni? Ne viccelj, more! Na, akkor megnézem addig a izet. K700-osból elvileg kettő fajta van, gyerekek. Elmondom nektek, hogy két fajta van. Nagy traktorok. Number Steiger. Félek, hogy Adamor is egyébként olyan hasonló. Ó, itt van el. Oh. Mondani.
bukókeretet lehet rá, motorbeállítás lehet, meg tudod 300-400 lóerőig föl lehet csengetni. Mondjuk megveszünk szerintem alapverzióba kerékbeállítást, lehet széles kerék. Más fo- az. Szerintem a széles, jó, a széles se fogjuk megvan. Itt vagy már, Bence? Na! Gyere! Áldom alulad! Na! Oda állja! Ej! Üsd el az embert, madá! Adás. És akkor még annyit be fogok csütelni, 87 ezer, tehát 14 ezeret be fogok csütelni, jó? Úgyhogy annyi még, ugye, hogy ugyanannyi legyen, mert ez sajnos nem a mi hibánkból történt. 101 ezer. És akkor... az a mezőgép az túl olcsó. Az túl olcsó, azt azért nem veszem meg. Nem akarok tudod, de most ez kihívásos dolog, inkább akkor megveszük ezt a K700-at. Annyi, hogy a kerékbeállítás legyen wide. Ott van Bence. Ő mit csinálta? Azzal azért elboldogulsz talán. Mi hangja van, apám? Turbo! Bazza, milyen kült! Azt a rohadt életben! De milyen jól megcsináltak, hogy ilyen nagy kültje van! A Duda adja! Mekkora dög! Remélem ez jól fog működni! Úgy látom, úgy látom, hogy ez a... Itt a hátul be tudsz menni, úgy, na. Ott, gyere erre, he! Elmenek körbe, bore. Nem akarják letaposni a vetést, mint én, ahogy szoktam. Akar a halál vetni, gyerekek, hát mi a főnök, az mit csináljon? Jó, oké, videóban legyen valami. Nyolc övet! Jaj, bore! Hát lehet, hogy izen jobban lehúzná. Az ifa lehet gyorsabban húzná. Na de várja, ott a K700 is megérkezett. Hol van a vető? Viszont... még mindig nincs szabad gép, igen. Most jöttem rá. Ugye... de minek is kellene? Várjátok, nézzünk egy ilyen izélézetet, egy ilyen falsor életet. Abba az tök éle. Így, látod? És akkor már is látni, hogy fú, de kevés van még elvedve. Na. De várjál! Mivel akkor nyomát mindenki? Kilovetsz felt izéli, mit tudom én. Pervetezőt fel kell venni valaminek. Ja, nincs több betörk. Jó van. Hát azért vannak itt mindenek. Jó, de jó, valaki gondolkodik is a keeper helyett, hogy a zifával tud tölteni. A vetés, gyerekek, három vetővel is eddig tart. Nézzétek, még fele van meg körülbelül. Ez egy kicsit... hogy mondjam, eléggé nyögvenyelős a szituáció, ugye? Eléggé nyögvenyelős. Figyelj, vagy az ifa, vagy az ifa. Tök jó, hogy ilyen életben azért lehet itt közvetíteni az eseményeket. Úristen, hallod? Mit lehet szenvedni? Mi? Nézzük meg, itt is. Hát ott a csik kimaradt, barát ellenséggel. Ott fut a csávó elé. Na, jó, oké. Jó, hát mit lehetne csinálni még? Kombájnokat ki lehetne hozni azért már lassan, ugye? Valahol a két főt kér végére.
Az egy kicsit korai, nem? Kicsit korai még a kombánynokat kihozni. Jó, nem akar elindulni. Ez a cső mindig rá akar. Kicsit korai még aratni. Jó van, kihozzuk őket. Figyeljetek, legyünk előbbre. Egyre rosszabb gép, már csak héttel vett. Mindjárt kiviszem, megturingoljuk, gyerek. Elmegyek a távolabbi helyre akkor. Meg kell javítani. Viszem a chip turingot, várjál. Barátom. Oda megyek, ahol már van bedve, ott nem zavarok, ugye? Már viszem a chippes ládát. Hoho! Hol akarod kezdeni, barát? Nem visszük a chippes ládánkat. Meg kell javítani a gépeket. Ez nem humban. Csim, akkor ez a föld. Meg kell javítani, Bence írta, ugye? Az a kristállal van. Vagy Laci? Nem, Laci. Laci írta. Várj, Laci, az hol van? Ja, ő van a kristállal, jó. Várjál, Lacikám, várjál. Jöttem csipperi, várjál. Álljál meg egy picit, álljál meg. Megcsipperjük a Verdát. Egyébként ez... érdekesen... na, úgy. Megvan javítva, testvérem. Majdnem eladtam. Javítva, kész! Megvan javítva, testvérem! Futkodok itt a szerszámos lá, csippes ládámba. Ó, te fiúk! Szólj abba, jó van, mi van még minden egyibe. Az vissza-vissza. Egyébként ezt rá lehetne rakni még az ifára. Úgyhogy az ifára szerintem rádobom. És akkor nem kell gyalog közlekedni vele. Csippes ládát, várja. Feldobom az ifa tetejére. Hát mondjuk az marhára nem sponizza le. Azt nem fogja lesparizni innen. Mert az ilyen külön izének szal. Ó, ne! Jaj, ne király vagy, testvérem! Volt eszed! Több eszed volt, mint a képernyőnek. Fölopta úgy, hogy a spari nem fogta. De egyébként azt nem úgyis fogjál. Nagyon király. Jó vagyunk, gyerekek. Beülök a kombányba, megnézem, hogy mi a szitu. Jaj! Egyébként előfordulhatnak lagok a szerveren, de természetesen. Jó van, gyerekek, hát már fele megvan, körülbelül. Fele már megvan. Nyomjuk neki. Jó, az aratáskor ugye jobban lehet érvényesülni többen. Az úgy frankó lesz. Nincs ezeken fék. Ja, egyébként ilyen beállításban lehet ugye módosítani ezeket a dolgokat. Jó, az is tankol, tök jó. 72%, meg is tankolt, még egy darab vető. Máténál 50%-on van, mehet oda is. Figyeljetek, én ülök a kombányban, kombány tetején, aztán... Ej, ura, ide, amoda! Bece, gyerünk! Egyébként műtrágyából kell rengeteget venni, vagy pedig el kell kezdeni állatot tartani, mert ez így eléggé szívás. Na, jó lenne odébb állnék legalább, nem? Hogy útba ne legyek, ha már nem dolgozok. Hát ezt a munkát, ezt három rész alatt csináltam volna meg, úgyhogy figyeljetek, berakok egy minden második sorskárt, ezért lesz multiplayerre fölhívásos buli, komolyan. Meg is kérdem a srácokat. Lehet beteszek több multi sorskártyát, ez így elég jó. Ez így jobb, mint egyedül.
Ja. Csak nem nektek, gyerekek. Jaj, lehet. Jó, és akkor megvettük a kirót, és még maradt 14 ezerünk, úgyhogy tök jó vagyunk. Vagy minden ötödik rész multiba. Ja, lehet, hogy inkább sorskártya legyen, hogy legyen. Mondjuk az a baj, hogy túl sokat rakok bele, akkor meg minden második sorskártya az lesz. Akkor meg most nem húzunk, az meg úgy lehet, hogy uncsi lesz, érted? Ja, arra gondoltam. Bence, az a gondolatolvasó vagy? Elvészod a végére, megőrülök. Nem, ide jön. Jó van. Ja, egymás után szoktak a kombájnok menni, ugye? Múltkor néztem a klassz bemutatót, ugye az új ilyen sajtótájékoztatót a klassznak. Aztán ott mutatták, hogy milyen profi dolgok vannak már. Hogy ilyen feel-szenzor figyeli a kalászt gyakorlatilag, meg ugye amit aratni kell. És akkor úgy állítja be a sebességét a motollának, a behordási sebességét, a kalásznak, akkor a sebességét a gépnek, és akkor az tovább küldi a többi kombájnak, ami megy tovább. Tehát ott már nem kell figyelni, nem kell beállításokat módosítani, hanem egy ilyen rendszerben működni. Nagyon brutál dolgok vannak már. Meg ugye a Montana kombányát mutatta be a klassz. Nem tudom, hogy az régebben is volt. Ez, ugye az olyan, hogy ilyen direkt ilyen hegyvidékes telepre, tehát így kiegyensúlyozza magát, úgyhogy a vágóasztal az úgy követi a földet, de a kombány az így meg van dőlve, hogy mindig viszintbe legyen. Az egy eléggé pro szucs. Gyerekek, alatt csak útba vagyok. De egyébként ilyenkor már lehetne szórni, én úgy emlékszem. Hogyha elvetetted utána, nem? Hát aztán rosszabb tudja. Mennyinél vagy jó? Hát, még azért majdnem fele megvan. Hol van a harmadik? Ott a traktor, jó. Te most mit csinálsz? Én... várok! Tumak! Ellenőrzöm a kombájnak! Ellenőrzöm a kombányt, hogy jó-e. Na, igen, gyere, na, ígyunk egy kávét. Siló, valaki írta egyébként, nem is tudom mi nevet. Tudom a profilképet, de neved, nem tudom, ilyen gondolkodó feje a profilképet. Na, ígyunk egy kávét, lefőzöm, várjál, itt a kájhád. Üljél le. Üljél le. Figyelj, nézd meg, itt van öregapámat ijeszt be. Ezek voltak az régi szép idők. Na, így áll kávét. Úgy. Figyelj! Kicsit para, ahogy kinézel. Na, állva iszod a kávét. Jó, így állva több elét fér. Hozzunk nekik is. Kiró egy szegény, meg itt árválkodik. De viszont ez épp az a gép. Ez a modell megint egész csúcsul néz ki. Úgy de jó néz ki. Ez a Chrome, ez jó kis szovjet. De ez melyik? Ez egy K700A? A K700A 12 hengeres, ugye? Javítsatok ki, ha nem. 22 ezer vagy 26 ezer köbcentis? Valami ilyesmire emlékszem. Az azért ugye eléggé adja, nem? Vagy a K701-es? A 22 ezer vagy 26 ezer köbcentis? Gyerekek, ide kár, hogy nem lehet fölállni, nem? Így. Ugye ez sajnos nem megvalósítható ebben a játékba. Ugye a gépek kimenek alól, ezt a fizikát, ezt még megcsinálhatnák különben. Ezt úgy tudnám élni. Igen, jó. Azt nézem, látod, hogy itt is 50%-ra van, meg itt is 50%-ra van trágyázva. Érdekes, jó van. A műtrágyázót viszont fölvetni a K100A. Csak tudnám, hol van. Így, ennek tényleg jó hangja van, apa. Hol van a műtrágyázó? Ha, ott van. Hát, elmehetnék megtölteni a bótba. Milyen a gépkeeper? Fain, hangja fura kicsit.
Na, elmegyek, megtöltöm a boltba műtrágyával, sajnos itt hol már nincs. Kicsit koszoljuk már össze, még csak aszfalton ment, ne vicceljetek. Túl tiszta. Ja, el van, hang az nem tökéletesen van elvágva, igen, hogy jól mondod. Ó, oh, na, már koszosodó. 33 ma szépen megy. Nem az első növekedési fázisba kell szórni, de nem, nem szórok. Megyek tölteni. Tölteni megyek, bolthoz csak erre rövidebb. Nem kell megkerülni. Még nincs forgalom. Igen, igen. Nyugalom, hosszú lehet, ritka gyerekek. Töltök! És már tudok venni. Meg azt hiszem egy ilyen adag elég is egy földre. Nem szórok, nyugalom. Izéd, jöttünk venni, jöttünk venni. Ez is rohadt drága egyébként. Keeper a videó max 5 perces, az jó van. Hogy gondolod, ha ilyen van, nyugodtan, aki jön, és esetleg videózik is, vagy van YouTube csatornája, vagy bármi, akkor nagyon szívesen kirakom. Soha nem éreztem azt, hogy más videóst így ne reklámozzak, úgymond. Persze nem az, hogy most így csomóan egyébként írnak, hogy jaj, léci, reklámozz a videón, ha léci, de hát igazából, hogyha nincs értelme, mármint nem kapcsolódik valahogy a témához, akkor úgy nem olyan jó. De egyébként ez is megvan 50%-ra, testvérem. Az is megvan 50%-ra. De ja, azt le tudom szórni. De az a baj, inkább az kellene, akkor leszórom az egészet majdnem. Mert ezek is megvannak szerintem, de nem biztos. Ú, hát ez most nagyon belekeveredtük, ezt le kellett volna szórni előre. Meg ektrálja az a több fel. Jó, addig koszoljuk a kirovecet. Mindig koszolom. Nincsen benne a Reamód, így is milyen szépen, szépen billeget a benne. Jó, hát ezt figyeljetek. Első egy növekedés fázis után mindjárt végzünk, mert most már csak ez a középső rész van. Ó, ez a széles gubik, ezek jól néznek rajta ki. Ezek nem is tudom, mire emlékeztetnek. Bizonyos valamilyen, mint ilyen erdészeti gépeken láttam talán, vagy nem tudom, hogy van, tök jól néz ki. Még egy olyan módot el tudnék viselni, ami mutatja a munkaeszközök szélességet pontosan. Tehát amikor itt szórsz valamit, akkor mondjuk egy kis vonallal mutatná, hogy meddig hinted. Ja, egyébként jó hangja van, meg animálva van a kipufogónak ez a... Úgy lesz. És minden... Mi nem, 50%-on van. Ez is 50%-on van. Világos is 50-en van most. Ha megfigyeled. Elsőben legyomjuk egészet. És akkor úgyis kell nyomintózni. Úgyis kell már nyomírtozni is akkor. Jó, ezt már gyorsan le kéne húzni. Bence is repked egyébként, ugye? Nincs semmi gond, gyerekek? Hát mindenképpen izé lesz. Hát olyan hosszú lesz, aratásig megy.
Szóval nem fogjuk abba hagyni. Végezni kell. Viszont te veszi az üzemanyagot, ahogy látom, nézd már meg. Alig lett használva, kétszer a boltba óra vissza, aztán már csomó elfogyott belőle. Gáztröccs azért a végén, mi? Leállításkor. A gáztröccs a végén leállításkor az azért kell, hogy többletüzemanyag kerüljön a rendszerbe és gyakorlatilag a motorba? Hogy indításnál könnyebben induljon? Ez egy ilyen fú... Mert ugye sokszor csinálják, főleg régebbi gépeknél, most is ugye a hang arra utalt. Én azt tudom elképzelni, ugye, hogyha így több üzemanyag kerül bele, és esetleg valami maradvány üzemanyag, ha benne van. Öten vagyunk gyerekek, öten vagyunk egyébként. Valami maradvány üzemanyag, ha belekerül a motorba, akkor ugye utána könnyebben indul, kicsit olyan, mint hogyha kapna a motor egy beöntést, vagy egy kis több dúsítóval indulna. Jó, az a szituáció. Mindjárt végzünk is. Szóljatok, ha mehet az idő. Idő. Kire vesz indítást? Várjál. Jó, nem csinálok semmit. Fágóképeket készítünk a hidőnek a srácnak. Bence. Lol. Ahogy megáll az nagyon, az megér egy visét. Csomaj a farkát. Na, figyeljetek, azért milyen vagyunk ide Bencevel. Szegény srácok meg dolgoznak. Na, mindjárt mehet a pörgetés. Kigyomosodik. Ezt írom nekik, valaki, hogyha nem lát telefonról vagytok, vagy kisebb eszközről, vagy valami, valaki please menjen a gyomírtóval, majd ha végig rajt, ha kigyomosodik. Ha gyomosodik. Na, jó, és akkor én megcsinálom a második szórást, ezt behet akkor az aratás is mindjárt egyből, és akkor gyerekek, ne felejtsük el, szóját aratok! Majd valaki ide, hogy az MC-t. Annyit kell csinálni, hogy akkor, és silóba hordjuk majd aratáskor, jó? Mert hogyha egyelőre nincs rá szükségünk, akkor ugye azt csináljuk, hogy a legnagyobb eladási áron akarom majd eladni. Oké, gyerekek, meg is vagyunk. Pörgeti az idő a képert, vagy fordítva? Ahogy szeretnétek, gyerekek, ahogy szeretnétek. Mert az idő, gyerekek! Oké! Gyerekek! Nagyon prő! Ja, csak 120-val lehet így! Ohohoho. Itt csak 120-val lehet ilyenkor, ugye? Nem tudod, azt hiszem, ilyenkor nem létezik a gyors pörgetést, ilyenkor nem tudja a lekelebezni. Nagyon asszony. Alig várom, ma valamit csináljak én is. Visz, oda nézzetek, mennek be a telepre. Végre valami normális emberek, nem olyan, mint én, hogy szaraszét hagynak mindent. Mert én az a fajta vagyok egyébként. Nézzétek, milyen jó frankot csinálják. Na, pergessük, pergessük, növekedjen az áru. De figyeljetek, átkérem elem a másik oldalra, mert valószínűleg ott előbb fog. F-
figyeld, erre meg, meggyőtt itt, megőrülsz. De miért? Hallod? Látod? Ezt add össze. De mindenképp addig be fogok pörgetni, amíg gyomosodjon is. Oh yeah! Végre valamit csinál a képer, dolgozik is! Nagyon érdekes egyébként ez a növekedési dolog. Hogy... Why? Okay, gyerekek. Viszont addig, hogy gyomosodjon is ki, addig fog pörgetni a keeper. Tök jó. Jó van, gyerekek. Ezt megcsinálom. Most itt hagytak, nem tudom, lehet isztak, baze. Lopják a sörövet a hűtőszekrényből, nem? Hoppá, gyorsodás, megindult, jó. Még nem az egészen. Még nem az egészen. A szója. Telepen hancúroznak a srácok. Amíg a főnök dolgozik, tessék, látod? A gyomírtót ugye meg kéne tölteni, 16%-on, ha már töltik is, gyerekek annyira tudják, ezek a gyerekek annyira tudják. Nagyon jó vagytok. Tök jó egyébként ez a modot bal oldalt fönt mindent lehet látni. Ugye, a gyomírtó csak 74%-on lett. Ennyire megürültünk? Az kemény. Gyomírtózás ugye majd ott, ahol gyomos. Mert még mindenhol nem gyomosodott be. Hogy igen? Hogy csak én nem látom? Aha. Akkor megállítjuk az időt. Gyomírtózás mehet, gyerekek, akkor. Csak nem láttam, mert ilyen eléggé hülyén néz ki. Pont olyan a gyom is, mint a bab. Gyomírtó 100%-on. Gyerekek, nagyon jók vagytok. Nyomjátok akkor a gyomírtót valaki, nem tudom, valaki jön a gyomírtóval? Gyomírtás, gyerekek, gyomírtás, vagy nyomok egy tempomatot addig. Ebben a pódban magasítót, várja. De magasít, melyik pódra a magasítót? Kicsit ilyen hülyén fordulok, tudom. Próbálom nézni, hogy hol van ilyen sötétebb, azért azt követem le. Zetorral ki lesz? Jó, már megy a gyomírtás, jó, oké, gyerekek, aztán utána akkor pörgetünk valószínűleg reggelig, jó? Oké? Srácok, ez így fog működni. Melyik pótra magasítom egyébként? Ja, lehet az őt pót az át van konfigurálva. Ja. Az aratásig mindenképp kíváncsi vagyok, babból mennyi fog lejönni. De viszont nem lesz elég nekem a műtrágyám, én úgy érzem. Itt meg viszont már azt csinálom, hogy megállítom és normálisan fordulok, mert elég hülyén csináltam, hogy így nem egyenes fordulásokat végeztem. Igen. Lehet, hogy nem lesz elég. Pillanat! Bence, pillanat! Amúgy azt sem tudom, hogy kell, már nem nagyon... Nem tudom, utoljára Farming Simulator 17-ben játszottam szerveren ilyen komolyabbat. Pillanat. Nem lesz elég. Jaj, de figyeljétek el, pont nem lesz elég. Mindjárt rakok rá magasított, nyugalom. Ne zaklass, Bence, nyugodj meg! Le akarom ezt végezni, akarok. Végezni akarok ezzel, more. Ja, egyébként a Discord szerver ebből jó lenne, mi?
Ugye akkor egy kicsit a communication az egy kicsit jobb lenne. Na, most azt kellene csinálni, hogy talán le tudom húzni kétszer. Az jó lenne. 10%-ig, hogy elérünk, vagy 10% lesz max, akkor pont le fogom tudni húzni. Mindenki hordhatja, amivel akarja. Itt nincsenek ilyen szabályok, gyerekek. Csak összevesszük egyet. Valakiknek aratni is kéne, mor. More. 9-szal is pont nem lesz elég, halljátok? Na mi történt? Nyomírtás, déma. Na, én nekem már csak egy nyomírtásom van. Vagy egy csikom, körülbelül. Figyeljétek, mindenki addig érek, én nem fogok elmenni még egyszer boltba emiatt. Úgyhogy ez itt, ameddig elérünk. Figyeljétek, pont egyébként, ez a pont, ez a műtrágyaszóró nem elég ide. Jó, amit középen elmenni, ameddig 1% jó, ott rohadt meg a többi. Annyi, hogy az nem kétszer lesz, hanem csak egyszer. Jó, megyek vissza. Ez itt nem lesz. Hello, hello, Funzsolt. Majd írjatok, hogyha van, akit itt már ismerek, ugye? De majd írjatok, hogy ki, merre, hogyan, honnan van, ki az, aki fönn van a szerveren. Laci például nem volt, meg Funzsolt ugye nem volt ez alatt. Mindjárt várja, na. Mindjárt azt a pautot, azt konfigurálja a keepernek. M. Várja, nem jót konfigurál. Ó, nem az konfigurálja a testvérem. Várja, le kell akasztani. Úgy. Nem jó. ezer liter? Nincs olyan mondba, aztán belefér a világ is, hallod? Jó, de várj, ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó, ez lesz a jó. Így. Így lesz a jó, szerintem ez a jó. Oké. Hol van ez, hol az ifa, more? Á, gyerekek, ezt szó kihozta ide, ott van az ifa. El is fogyott az egyik tortányi cucc. Tök jó. Oké. Na mi a szituáció? Jó, itt valaki bele akart valamibe. Kicsit megtűzött a kristál. Why? Mi be akad el? Jó. Mi az? Valami nagyon megakasztotta. Mi van? Na! Aratni nem fog senki. Hogy áll a permetezés? Ez a permetező jó. Nézzük, hogy mennyi van a permetezőben. Nyomító 6-8% bőven elég is lesz. Ja, Zsolti az idő. Ugye vannak ilyen bagok, hogy ott ugye látni, aztán közben meg ott megy. Na, skacok, jó. Oké, annyit akartam még. Jó, két kocsival hagyjuk, mindenképp bepakoljuk. Oké, jó lesz, gyerekek. Szavasz László, helyzet? Szép zöld inged van. Ismertek azt a viccet, amikor a kalózok izérek? A hajós kapitánynak szólnak le a kosárból, tudjátok, igen, kalóz időben, hogy kapitány, jön egy kalózhajó! Kapitány,
Hozzátok a vörös ingemet. De kapitány, hát miért hozzuk a vörös inget? Azért, hogyha véres leszek, megvágnak, akkor ne látszon a vér. Beszólnak az árbóc kosárból. Kapitány, kapitány, kettő kalózhajó jön. Hozzátok a barna a drágamat. Na gyereke, az a baj, túl sok pótkocsit használtok el. Egy pótkocsit adhatnátok a Keeper bácsinek is. De ugye két kombány, két traktor az úgy kevés, mert akkor pont a Keepernek megint nincs munkája egyébként. Nem mondom nektek. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit kellemetlen szituáció. Adjatok nekem is egy pótkocsit, Boré. Pótkocsit adhattátok. Egy pótot adjon valaki. Mondjuk két kombányra nem kell még egy traktor. Nem, már megint izé leszek akkor csak ilyen megfigyelő. Hamsterelni se kell. Ó, de nem jó. Ó, de nem jó, gyerekek. Ó, de nem jó. Meg vagyok állva. Megint nem lesz munkám. Hamsterozni. Bab! Nem tud hamsterozni, mi a bab? Ija. Kipróbáltam a hamstert a izévet. Ez a kirovec ez elég jónak tűnik egyébként. Szivasz Laci! Csapja bele! Mizu! Ez a sérvó be van lőve gyerekek, hát itt azért nincsen a pelláta. Na, viszont akkor lehet, hogy én meglopok egy kombányt magamnak. Babban nem kell hamster óri. Abban nincs a szalma. Hát még mindig nem végezte az őve. Jaj, testvérem az úrba. Jó, hát akkor megint idejek. Megint leskelődök. Komolyan vagyok. Várjál, álljál meg. Annyit meg akartam nézni, hogy akkor megint ilyen felső nézőben jobban rálézünk a terepre. És úristen, oda még itt van mit izélni, így jobb értani, nem? Apám. Hallott, szegény... Laci volt, ugye? Nem Laci volt. Itt el van kapadva, odaré, öcsém. Jó. A félsztelep egyébként tök jó ilyen nagy, hátrafele még tudok terjeszkedni. Ugye valószínűleg eléggé kis esélye nyerem meg a nagyot. Figyeljetek, csinálunk magunknak saját félsztelepet, itt nincs zserapelláta. Ugye? Jó, oké, meg ugye ezt a pótkocsi sort ugye valószínűleg szeretné fölvenni valaki az MTZ-vel. Kettő kombány, két szélét, nagyon jó. Úgy látom, jó vagyunk. Tojásokat el kéne adni, passze. Mivel tudnám eladni a tojást? Figyelj, fölrakom az ifára a tojást, azt elviszed. Na, kitalált a keeper. Valami hasznom legyen, nem? Valami hasznom legyen a keepernek. Ide sarokba be tudom szórni. Eladom a tojásokat. Laci! Laci, dobd már fel a tojást, ne ott a húgyozza hátul, elment hátra húgyozni az épület mögött. Nem köszépen! Jó, az úgy, ahogy van. Jó főnökként kiszállok, segítek, ne vicceljetek, megköpködtek, ugye? Fökére, csuktam az orrat, mert potyog, várjál, fecsukom az orrat. Jó, hát figyelj, Laci, az nagyon pró. Le is köti egyből a tojásokat. Nehogy összetörjenek, látod? Ez a jó munkás ember. Autós, ja. Mit csinált? Ja, ezek az autók, ezek elég. Nem mondom, mit írt Bence. Jó, hát azt fökötötte oda az orralhoz. Na, mi van? Nem jó helyen van, nem veszi föl. Tojás. Tojás ott maradt, testvérem. Na, mi van az a tojásra? Ott marad? Eladom a tojásokat, megkozdakszunk, érzel. Az ifalva. Ahogy mi? Elviszem.
Nem visszük a tojásokat. Szólja kész az adat. Felmentezés. Ja, Zsolt, igen, Zsolt permetez. Oké. Okay. Na. Adjuk a tojásokat. Az a nézetek, 6-5 fennel megyünk, úristen! Ilyen sebességet még nem értünk el, mindjárt ízét csinálunk, időugrást. 88 mérföld per óránál. Ugye, viszont ez az ifa, vigyázzam, mert ez a majdnem sikerült felüntenem. Na, mert erre kell menni, ugye? A tojás eladás. A tojás eladáshoz. Egyenesen. Elsőségadás kötelező a tábla, le van szarva, gyerekek. Egy féktávot veszünk, úgy. Legjobb íven, kivisszük szélére, vagy milyen betőkőre, vagy milyen körre? Igen, betőkő. Miért van zárva a kapu? Egyszerűen. Nincs ki kaput. A zifa. A zifa. Na várjál, valahol, hova kövidnám? Hova kellett hozzá? Ide. Ugye? És ezt le kell szórnom? Ne szórakozz le. Ó, te fiú, hallod? Nem mondod. Ja, bazd meg a... 600-at ér egy tojás. Doboz tojás. Csak ugye még nem volt megragva, nem volt tele az. Ó, te fiú, akkor ez jó tojás, csak azban még nagyon kevés volt. A keeper hülye volt. Jó. Le ne piszkáljuk mindent, aztán még valami feszítőv még így fogta. Na. Hát nem fogja meg, gyerekek. Esküszöm. Hiába nyomom. De miért nem fogja meg ezt a rohadt tojást? Nem tudok ugrani se. Mi történt? Miért nem tudok ugrani? Nem tudok ugolni. Mi van? Miért nem tudok ugrani? Nick! Nem tudok fogni, nem tudok ugrani. Á, ne! Tényleg nem tudok. Bazza! Nem tudok ugrani, nem tudok fogni. Fáj, nem tudom ledobni a tojást. Nem tudom lerakni a tojást. Nem tud fogni a karakteret. Fáj a kezem biztos. Semmit. Láncfűrészem se jön elő semmi. Gyerekek, valami nagy baj van. De elmondom nektek, hatalmas pénz! Úristen! Hülye volt a keeper, nézd meg, mennyi pénz! Kösz, srácok! Valami buk... Így adom elő, bazzag, hogy... ott van még egy tojás, gyerek, hallod? Állj meg! Hallod? Ez most így adom elő, hogy ne nekem kell dolgozni. Gyertek ide már, baze! Bence meg filmezik ezerre. Nem tudom, nem tud fogni semmit. De hallod? Úristen, 25, azért volt 25 az a tojás, amit eladtam egyszer. Mert ugye nem volt tele. Ezek a dobozokban ugye kerül bele. Ó, én hülye állat.
Bazze, 600-ba kerül egy doboz tojás, én meg eladtam a tyúkjaimat. Gyerekek, komolyan mondom. Most nagyon elszórottam. De legalább megint tanultunk valamit, hoppá. Istenem, ilyen hülyét, mint én, hallod? Egy csomó pénz jön a tojásból. 26-os földre mi lett? Ott rohadt meg. Na. Nézzük a srác, hogy áll. Szerintem pont végez. Pont végez. Pont végez. Mert az idő. Zsolt. Mert nem? Mert hát. Nem tökölünk. Oké. Jó, erre most nincs szükségünk. Egyébként az ifa ilyen tojásszállításra, meg ilyesmire nagyon jó. Jó, nagyon jó az ifa. Bence egyébként azért repül, ne kövezzétek meg érte, ő ugye videóz. Zik. Ugye a dev mód benne van, mint mod, és azzal lehet ugye videózni is. Vagy lehet így izé repülni is. Oké, srácok, bazze, nem tud ugrani a karakterem. Nem tudok ugrani és fogni. Na, megy az idő. Reggelig pörgetünk. A falon nem tudok felugrani, meg nem tudok googolni se. De jó. Valami bug beütött. Jaj, Zsolti. Köszi szépen a melót. Mennyit vonjak le majd fizetést? Mennyit vonjak le fizetésnek per fő? Az nem tudom. Hogy reális legyen. 5000 per fő? Na mennek a francba? Ne! Komolyan! Per fő? Sokan lom! Nincs is annyi pénzem. Ötezer per fő. Mondjuk aztán azért mondjuk jó, mert figyelj, termelnek. Nincs is annyi pénzük, gyerekek. Meg vagyok őrülve ti. De lámpát se tudok használni. 5000 ez igen sok. El kell adnod a gatyádat is, jó? Providentet fölvesszük. Gyerekek, megy a munkatelepen, figyelj. Milyen jó néz ki az MTZ. Bencével. Legyen 2500. Oké, 2500. Viszont a csirkék azok jó bizniszek, úgy látom. A csirke falatok. Jó. Bezz, az komolyan középre raktad. Nem tudok ugrani, gyerekek, nem tudok átmenni a kerítése, meg ráadásul korom sötétbe kell lennem. Jó virtuér? Nem kell. Nem kell. Ki írta? Tifával. Tifával gondoljuk. Ha akarsz, akkor veszek egyet. Meg veszek műtrágyát is, jó? Oké, köszönöm. Jaj, de jó. Egyébként ezek is tök nagy segítségek, mert rengeteg ideig tartanak, tudjátok. Akkor veszek is. Ugye legalább két műtrágya kéne. Szerintem már most megbánta, érted, hogy izé, hogy felajánlotta. Szilárd műtrágya. Kettő darab, azt fel tudja rakni. Ugye ott a targonca, azt nem is kell elhozni, az direkt azért van. Akkor egy raklap gyomírtót viszünk, és egy tartállyal. Na, srácok, már aratásra készülési van. Akkor 2500-at le is vonok. Én is kíváncsi vagyok. Én is nagyon.
Levonom a bőrköltségeket is szerintem. Akkor 2500 10000. Mínusz 10000, ugye? Levontam a bőrköltségeket. Per 2500 per fő. Tízezer akkor ment a levesbe, viszont ugye segítettek, ez szerintem így van. Hát, mit csináltam? Bence, a Keeper, nemrég néztem meg a dobossorozatot újra, elkezded mondani az erdőben, már csak ez a magvaj maradt itt. Ne kukkoljam el, levellek. Én nem is emlékszek ilyenre. Nem is én voltam. Gyerekek, az a baj, nem tudok pörgetni gyorsabban sajnos, ugye nem működik az a 2000-szeres pörgetés ilyenkor. Gondolom azért, mert gyakorlatilag nem is tudsz aludni. Vallatás! De jó néz ki, figyelj de! Ezek a lámpafények. A fények egyébként egy játékban nagyon sokat dobnak. Izének szeretem az engine-jét, a DICE-nak, a Frostbite engine-jét, az szerintem annyira jó kezeli a fényeket, az egy ilyen nagyon epik jó, a tükröződéseket, fényeket. Pont Bandika inné játszott a Battlefield 3-mal, meg most a 4-jel, ilyen streambe. Ez 11 éves játék talán, és még tök jól néz ki. Na itt az MTZ, na ez itt a cap. Hajrá, hajrá gyerekek, nyomjátok már! Nyomjátok! Nem marad senki? Hát akkor majd arat a Keeper. Megkezdi az aratást a Keeper! Na! Csapjuk neki, gyerekek! Csapatási! Jó, belepörgetek annyira, hogy jó legyen az idő. Egyébként ezt nem... Most pont egyébként valami más kellett volna vetni, mert most ugye nem olyan sokáig... Úr, mennyi lámpa volt ezen a gépen. Nem olyan sokáig tart elhordani a szemet, főleg úgy, hogy vagyunk jó sokan, meg ráadásul most már van siló. Orare! Oh! Quantare! Oh! Bence, felvételt készít! És közben meg ne feledkezzünk meg, becses kollégánkról, aki éppen az ifára pakolja fel, ugye, a cuccot. Kéne egy kis gép, lehetne kis kultival tolni. Hát lehet a nagy kultival is, van ott más, úgyhogy lehet nyomni neki, szóval. Lehet a nagyjal is, semmi gond nincsen, lehet kultiválni. Azzal is előbbre van a Keeper, gyerekek, 2005-öt fizetek, ne pinceljetek, annyi pénzbe kerültek, hogy az... A szeme megáll a Keepernek. A szeme megáll! Keeper 18%-on van. Máté 12%-on. Wow, wow, wow! Ugye ezért jobb a szójabab, mivel kevesen kell vele vinkódni ritkában, te elég a tartály! Viszont tényleg most betárol a Keeper, azt a következő részben egy hatalmas nagy üzletbe fogunk. Meg fogjátok látni. A Keeper már megint kitalált valami olyat, hogy összeszarjátok magatokat. De hát ez nem volt egy szép, nem? Ilyet mondom. Nem, de tényleg a Keeper most rájött olyan dolgokra, hogy megőrültök. Na! Ott rakja az ifát a srác, oda néz, Targon szállik. Tényleg ne feledkezzünk meg róla. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt van. Ja, hát akkor 50%, 4 sort bazza learadsz, úgyhogy meg se tellünk, szóval no problémo. Kíváncsi vagyok, mennyi pénz jön le belőle. Na figyeljetek, a 4 sor, vagy akkor 4 sorból lejön 100%, az azt hiszem, hogy 6000 literes az a cuccos. Hű, bazza, nem azt kellene néznem. Ajjajajaj. A Bence fel is vette, hogy én itt bédázok, ugye?
Oh my god! Nem, nem, nem! Nem, 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 nem veszünk gépet, nem veszünk gépet. Eladjuk, mit adunk el? Nyem, nyem, ez sióba hordjuk, kívül el fogja rakni. Az időt nem kéne megállítani? Azt a betyár, gyerekek! Meg jó, hogy szóltál! Még jó, hogy szóltál, barátom. Figyelj, nem fogok üríteni itt. Aratunk, arra végre valami dolgoz a kis dik. Nem viccelj már, nem viccelj. Nyia. Nyepo nyemáj. Nem tudom, mit jelent az a nyepo nyemáj, de ez ilyen tökélet oroszosan lehet mondani. Valószínű, hogy orosz, nem? Nyepo nyemáj. Ezért tudom, oroszul egyébként a Nupagadji, volt régen egy ilyen mese, ilyen nyúlat kergetett egy farkas, az azt mondja, hogy azt jelenti, hogy nem, no megállj csak, meg a gyévecske, azt tudom, gyévecske. Még van egy nagyon Oroszországgal kapcsolatosan, egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy negyed részig szovjet vagyok, vagy orosz, negyed részbe, mármint anyukámnak a apukája a szovjet volt. Úgyhogy da. De. Pont néztem egy ilyen horrorfilmet, mondom, mindegy, nem is az a lényeg, hogy milyen filmben volt. Az volt a lényeg, hogy ilyen családfa kutatás volt, és akkor egy csaj, ilyen, kiderült, hogy ilyen angol arisztokrácia ból származik. Tehát ilyen angol arisztokrátáknak a leszármazottja. Na, én meg azon gondolkoztam, hogy ha nekem ilyen családfogutatásom lenne, én így kiderülne, hogy ki az unokatestvérem, szerintem egy ilyen tipikus, rozzant, kockaladával csapató, csikos, adidas ruhás, tudjátok, mint a tipikus ruszki, olyan csávó lenne az unokatestvérem. Én már érzem. Vagy pedig valami szovjet, szőke, hogy mondjam, gyurma film, biosz oktató, vagy természetfilm, remélem tudjátok, mire gondolok, egy olyan színésznő, hát biztos, hogy tudti, bázat, tudti. Ne kell húznom a szílét, nem? Ma egyszer. Elmegyünk erre is, valami legyen. Nem húzom a szét, rüellem, hogy ilyen ekkorát kell fordulni, mindig le kell menned, az tök idegesítő. Na nézzük, hogy hogy állunk. 67%-on van a képen. Máté, csak 48-an. Mit csinálsz már? Hol a Máté? What? Where is Máté? És komolyan, hol van Máté? Hol van Máté? Ott jön. Máté el van. Máté Péter. Itt meg van egy varázslese. Gyerekek, izé, feloldjuk. Oda megyünk, Watchtower, azt akkor meglátjuk az egész terepet, mi? Van munka bőven, a keepernek útődik. A Watchtower-be fölvedd, figyeld, csávó. Dani azért ott hagyta, jó van, azt le fogja aratni. Le fogja aratni, Máté. Figyelj, egyébként tudjátok, hogy régen mi volt Máté? Régen szerintem egy A volt, de Máté. Nem jött ki a poén. Nem jól építettem föl, az a lényeg, hogy Máté. Régebben nem T volt, de Máté. Nagyon-nagyon maros a gépen, persze. Ez aztán poénus volt. Jó, van egy ilyen nagyon csúnya viccem a Oroszország. Nem is viccem, azért elmerjem mesélni. Figyeljetek, akkor 18 pluszos tartalom jön, úgyhogy akkor forduljatok, fogjátok be a fületeket, jó? Egész addig elmesélem, ami végigérek ezen a soron. Jó, akkor ezt így lehet. Valakinek üríteni kéne egy nika az, nem jön senki? Valóban, megőrülök ennyi, hogy itt vagyunk, aztán semmi nem lesz. Na, addig elmesélem, ami végigérek ezen a soron. Az a situ, hogy
Ré, Faterom szokta ezt mesélni, hogy az igaz történet, hogy itt a falunkban ugye volt ez az orosz megszállás, és akkor volt egy, hát egy fiatal szovjet, vagy magyar panaszlány, hát aki szeret szexelt ugye a szovjet katonával, és valahogy a oroszul a jó, az úgy van, hogy tak. És akkor az orosz katona ugye mondogatta, hogy tak, hogy jó, közben. És akkor a magyar kislány, hát hogy mondjam ezt szépen, hogy kulturáltan, magyar parasztlány megmondta, hogy tág a francokat, a te neked a szerszámot kicsi. Csak ez csúnyabb szavakkal. Ugye, szegény kislány így megsértődött, hogy azt mondják neki, hogy tág. És közben szegény orosz katona mondta, hogy tág. Hogy jó. Úgyhogy ez egy, hát csúnya szavakkal egy jobban üt a poén. Képzeljétek el, hogy mit mondott a... Nem akarom mondani. Hát azt gyorsan leürítettük, gyerekek, ezt gyorsan leürítettük. Jó, hát be is csukorok, mert... De izé, nem eladjuk Bence, megyünk izéni. Silóba. Pisilóba. Egy kicsit gyorsabban lehet haladni itt is. Ugye aratás szempontjából. De várjátok, valakinek üríteni kellene szegény Mátét. Profi ember, amúgy igen. Profi emberekkel vagyok magyarul, amúgy tényleg, mármint úgy tök jó, hogy nem ilyen félbolondok jönnek fel a szerverre, akik így, tudjátok, így futnak keresztbe, hosszába a buzába, meg a babba, meg törik össze a gépeket, meg mennek bele a vízbe, úgyhogy tök jó, én nekem nagyon örülök. Elég nehéz megszervezni, megmondom őszintén, szóval kicsit olyan disznóvágás előtti hangulaton van, amikor kezdődik a multi. Figyeljetek a gyerekek, hallod? A csávó meg 84%-a van Máté, remélem valaki üríti. Valaki ürítse Mátét, bazd, figyelj! Persze, ó, várjál, odadom, ne. Én meg átmegyek, akkor MTZ-zek egyet, persze, legalább... Nem, az MTZ-be van valaki, gyerekek. Mit akartam mondani? Ja, ilyen disztóvágás előtti hangulat van, amikor elkezdek multit csinálni. Elég nehéz. Olyan szempontból ugye, hogy mivel sok sűrűn vannak részek, gyakorlatilag egy napon van megszervezni, hogy felrakjam az aktuális modpackot, meg ezt ugye kirakjam a videót, az is ugye ideig tart feltöltölni. Fan Zsolt nagyon jó. Majd Fan Zsolt írjál, bazze. Tök ügyes. Mindenki. Egyébként mindenki tök ügyes, csak Fan Zsolti például még ráadásul csak tök, nagyon jól teszi a dolgát. Olyan tök frank. Nem sokat beszél, csak teszi a dolgát. Egyáltalán nem olyan, mint én. Én csak inkább beszélek folyamatosan, ami. Ó, nagyon jó. Atom gyorsan megtelni. Mikor lehet jönni tartsázni? Bár. Először ugye izéni kellene. Ezt le kéne műtrágyázni egyébként. Amúgy tényleg a tárcsadás jó. Vagy mondjuk mindegy. Ez jó, mert ilyenkor már ugye mindenkinek van munkája. Várjál, kiviszem a időt. Viszek én is egy tárcsát. Jó, gyerekek, mindent egyrészt megeresztek. Nehogy ám valamit kelljen csinálnom a következőbe, mi? Várjál, Lassihoz ide járok. Aratok ávér, no problémo. Aratok. Haci, hogy odaálltam. Érezze a törődést háta mögé a izébe. T-150 káma.
Na, remélem, hogy jön a baba. A baba az egy ilyen 3000 körül is el lehet adni, ugye? Na itt jön a Laci. Futás, Laci, futás! Csapjál bele! Stafét átadni! Ja, elég nehéz megszervezés. Azért mondom, hogy a disznóvágás előtti feelingem van a múlti előtt. Mert disznóvágásnál szokott az lenni, hogy más... Persze. Hozd a kirovecet. A disznóvágás előtt szokott nekem ilyen idő feelingem lenni, hogy ilyen... A tököm ki van, nem akarok felkelni, nem akarok disznóvágást, meg semmit. Ja, remélem egyébként, ha megérkezik az új CPU-m, ami körülbelül olyan 50%-kal gyorsabb, mint a mostani, az sokat fog dobni. Ugye nem videókártya problémám van, hogy egy kicsi, hát nem tudom mennyire érezhető, lehet, hogy nem is érezhető, hogy van, amennyi lag van. Én egyébként érzem, de feltétlenül 50%-kal jobb CPU lesz a mostanihoz képest, úgyhogy processzor, úgyhogy mindenképpen jobban fog teljesíteni. Hát így már ugye megy a meló, gyerekek, így már megy, ugye, ez itt nagyon jó. Az a baj, a gépekkel is ugye vinkorni kell, amikor gépi munkással dolgoztatsz, és az egy kicsit, hogy kellemetlen tud lenni. Vissza kellene fordulnom? Lehet, hogy Bencének jó lenne egy vágóképhez az, hogyha ketten tárcsázunk, szerintem az ott célja, akkor visszafordulok, pedig le akartam húzni a szélét, de... Mindentől jó ügy érdekében. Megyek vissza. Tök hiányzik, hogy nincs benne az a reamód, nincs az annak esélye, hogy elásoghatod a gépet, ugye, meg mindig maximum sebességgel dolgozol, úgyhogy az olyan kicsit fura. Hát jó van. Na nézzünk körül. Gyerekek, fele föld le van aradva. Körülbelül. Fele föld le van aradva. Olyan túl hosszú videót sem szerettem volna, megmondom őszintén, már csak azért, mert mindenképp ma fel akarom tölteni. Ugye még ma ez lesz az első farming szimulátor. Ugye az a baj, ilyenkor két farming szimulátor rész nem kerül ki. Mivel föl kell ezt venni, fel kell tölteni, tehát itt ilyenkor nem tudok előre dolgozni egy résszel. Úgyhogy azért nincs ilyenkor kettő rész, sajnos. Na, Laci is lehúzta a szélét. Nagyon jó. Jó van, hogy mennek a dolgok. Azt nézem, hogy nagyon nehezen telnek a kombájnok szójával. Megpróbálom kultúráltan szépen kiemelni a földbe, ahogy kell. Úgy. Kihasználjuk a 250K csodálatos fordulókerét, és neki ballagok a táblára. Nem hiszed el, bazze! Na, megyek én is a srác után. Na, nyomjon neki, tesó. Gyorsulási verseny. Farming szimulátor. Aha. A kilovec nagyobbat húz, úgy látom. Mennyivel menj? Bence. 15 km per órával. Én megmegyek 13-mal. Hát igen. Igen. És ez még jobban ki fog tűnni egyébként rea módba, hogyha azt visszarakjuk. Már megszabadultunk a rábától, sajnos nem jó működött, nagyon bánom, de hát nagyon jó volt a mod, viszont a script az szar volt, ahogy itt írta előtte valaki. Hogy nyugd már a kiró? Jó, 15-tel viszi, hát akkor 250K, szegény.
Egyébként 5 üzemóra már benne van a T-150K-ba. Tök jó, hogy meg lehet nézni, hogy mennyit használtad. Ezek nagyon így bírom őket. Hát Kirovec meg fogja kapni egyébként az IA-t, tárcsát. Ja, azzal egy kicsit még jobbak leszünk. Az a baj, a föld vége tele van ilyen szarokkal, ezekkel a fákkal, amit a készítők úgy gondoltak, hogy jó lerakni, mert csinálnak bele bokrot. Én nekem nem annyira tetszenek ezek a dolgok. Jó, adjál neki is annyi. Igen, a T-150K az nem annyira frankó. Lassan még nem kell üríteni, jó. Láttad képen, hogy csináltam? Igen, figyeltem. Csak nekem pont volt itt egy bokor. Ki se tudtam rendesen húzni a tárcsát. Egyébként, ja, ez ilyen divat, mi vagyunk fákat berakni a föld alá, és akkor úgy lesz nekünk bokrunk. Ez tök jó, csak azért egy kicsit olyan kellemetlen tud lenni. Jó, az aratásra végzünk, akkor gyerekek, azért még van rajt. És még szerintem nem vittünk be semmit a silóba. Persze, utána megyünk a túloldalra. Laci már kezdte elni. Oké, látom, oké. Oké. Ahogy szeretnék, Bence. A repülőgép elhúzott. Ide egy tornyot építek, gyerekek. Csak azért, hogy a repülőgépet lekapjuk a helyére. Komolyan mondom. Van egy ötletem. Na már egyszer megyek arra. Valami hasznom legyen. Látod, így jó játszani. Egyébként igen, így tök frankó, hogy sokan vagyunk. Úgyhogy lehet, hogy valamit kitalálunk rá, majd írjatok javaslatokat, hogy mit tudom, hogy minden ötödik rész legyen. Mondjuk multiplayer, minden tizedik rész legyen, több sorskártya legyen benne. Csak az a baj, akkor kiszorítja a többi sorskártyát, és más történés nem nagyon fog lenni, érted? Mire gondolok? Oh yeah! Ráéreztünk, gyerekek, ráéreztünk, és majd, hogy nem le lesz kultiválva a terület, amire meg lesz az aratás. Nagyon jó, egyébként most tök jó eltaláltuk a létszámot, egy kicsit az elejére azért nyögvegyelősen ment, hát igen. A T-150K főleg dobdak fölfele, jaj, elfogy a T-150K dobdak fölfele. Viszont a Kirovec az adja neki, a Kirovec az jó. Hát igazából nagyobb dombos területen nem is biztos, hogy jó lesz a T-150K, és nagyobb tárcsát nem is fog kapni. Siló! Siló! Figyelj, mindenképpen ugye, amikor kék lesz, epic áron fogjuk eladni. Mindenképp abban gondolkodik a Keeper. Mindent epic áron adunk el, nem érdemes kisebbe. Ugye? Kombájnok mennek, jó, az jó. Pont 5-ön vagyunk, tökéletes. A bajt nem tudod kiúzni jobban, mert szívás van.
Ez az. Jaj. Most jól megy a meló. Jaj, de jól megy a meló. Hát figyeljetek, egy mondjuk az nem rövid rész, ha belegondolunk. De azért körülbelül, ha nem is ötször olyan gyorsan tudok itt dolgozni, mint ha egyedül lennék, mert ugye a gépi munkások azért csinálnak dolgokat, de hát azért itt ez sokkal hatékonyabb. Azért ugye beviszik a silóba a srácok. Tészta azért fel, ez rám jött rendben, vagy ez egy kiró, az nagyon rám jött. Viszont, ja, jó. Az a gép jó választás volt, igen. Mindenképp kap egy IH-t árcsát ő. Az lesz. Szépen is koszolódik. Nincs rajt duda. Ideig van. Villogónk van, dudánk nincs. Komolyan. Hiába nyomkodom. Vagy van? Jó, van, csak ilyen nagyon elcseszett pici hangja van. Egyébként, ja, ilyenkor a sztorizgatás azt így elhagyagolható, mivel azért történnek az események, ne ellen tudom a sztorit is tolni. Hoppá, ott elcseszte a Keeper. Mit akartam? Igen, pedig erről a disznóvágásról beszéltem volna szívesen. Régebben ugye tartottunk disznókat. Hát meg rengeteg tyúkot, édesanyám még. Meg rengeteg kacsát. Egyébként ilyen ezek voltak. Tyúk az olyan, egy csirkét olyan 40 darabot, kacsát olyan 30 darabot szoktak venni évente, azokat ugye felneveltük. A disznó az azt hiszem 2x2 volt évente. Kettőt vágtunk, majd négyet vágtunk összesen. De utáltam a disznóvágást. Ugye hajnalban felkelni, disznót megfogni, akkor egész nap melózol, de ilyen tök epic, mert nem tudsz pihenni. Mert hogyha pihensz, akkor nem végzel, tehát egy disznóvágásnál nincs az, hogy mit tudom én, lepihenünk 2 órára, hanem nyomni kell, mint az őrült, tiszta zsírszag van, tiszta kosz, és mindig ilyen gyomoridegem szokott tenni előtte, nem szerettem. Vagy viszont ez a multi most pozitív csalódás, mindig ettől is egy kicsit félek, hogy minden simán menjen, ugye egyszer lehet felvenni, ne az legyen, hogy bármi elcsesződik, nem vesz fel hangot, nem történik ez, tudjátok, van, lehetnek ilyen problémák. De eddig még tök jól megy. Egyébként live-ozni is nagyon szeretek streamelni, csak mindig valami technikai gubanc van. És ettől szokott megvadulni a Keeper. Aztán ez, hogy ez emiatt rossz emlékeim vannak, élményeim, és ezek így leszokták rontani a kedvemet ezügybe. Szegény Bencének ugye feladom a leckét azzal, hogy én pont így befordítom, és ugye ki kell kerülnie. Nagyon szépen a daratás, nagyon jó. Én figyeljetek, 10 000-et vontam le magamtól ugye, a négy srácnak a munkájáért szerintem nagyon is megérte, úgyhogy még az 5 000 se lett volna kevés. Nagyon jó. Lehet, hogy nyomok egy 3-ast tempomatot, aztán ránézünk, hogy a silóban mennyi cuccunk van már. Szója, bab, 20 000! Gyerekek, nem fog beférni, pótkocsin kell hagyni. Mert ugye nem fog beférni. Ugye ez csak egy 30 000 literes. Egyébként ezek úgy működnek, ugye ezek a silók, felvetette egy srác előző részben, hogy ez túl kicsi, nem volt érdemes megvenni. Ugye veszel egy silót, és ahhoz tudsz venni bővítést, ami ugye megnöveli a póton maradt a teli orba. Ez erre mindenki emlékszik, gyereket? Olyan. Erre szerintem így mindenki emlékszik. Ami? Pont ezek a fáktól nagyon nem látni, de ez most így, de most nagyon megy, nem? Ezt most nagyon elcsíptük. Jó, hogy én vagyok a lassabb géppel elő, mert mindig utolért. Utolér így a Bence. Hallod, le is lesz kultizva. Amire végzeneznek az aratással, le is lesz kultizva.
mi a jó, hogy nem kell eladni, hanem tudjuk gyűjteni. Nagyon megy. Bence simán utolér a föld végéig mindig. Tök jó. Nagyon élem. Meg hát dől a pénz, gyerekek, dől a pénz. Hát menjünk túl oldalra? Oké, rendben. Akkor lehet, hogy húzom is végig. Oké, mehetünk át. Lehet, hogy húzom végig. Kimegyek a szélre. Bence meg tud mellettem jönni, jobbra. A Bence úgy fordul, hogy átfordul arra, és akkor ugye tök jól rá tud fordulni, ez egy jó megoldás. Ugye olyan, mint hogyha én most itt túlmennék, balra kiszedem és ráfordulok vissza. Megpróbáljuk azt a betorost, csak ott a bokor, úgyhogy nem fogom tudni megpróbálni. Nem mondjuk, meg tudom próbálni. Annyit csinálok, hogy itt kiemelem. Elmegyünk erre. Mehetsz elő nyugodtan. A gyerekek rendesen, komolyan mondom, ilyen TS feelingen van, amikor ezek a régi gépekkel kint dolgoztak a mezőn. Vagy nem a mezőn, hanem a földeken. Komolyan mondom, de rendesen, rendesen ilyen, tényleg ilyen feelingen van. Múltkor láttam, van egy srác, viszonylag egy kicsi traktorral, fú, mivel is? Egy Steyr turbóval. Na jó, nem olyan kicsi traktor, de egy marha nagy földet szántott. És azt néztem, hogy kutyát sétáltattam, hogy ilyen rettentő sokáig tartott neki végigmenni egyik oldalról a másikra, utána végig. És szerintem ilyen napokon keresztül szántotta a területet, brutál. Brutál lehetett. És azt hiszem, hogy másnap is mentem ki, akkor meg, vagy pár nappal később, akkor meg ugye kultiválta. De ilyen már sötét volt, ugye, munkalámpánál. Úgyhogy azért, egy körülhozni. Ojojojojojojojoj! Bence, elgondolkodtál? Biztos a GoPro-t kezeled-e, Moren? Na, mi történik itt? Mi folyik itt rendesen? Megindulok? Egyébként mindig utolér. Ja. Baze, gyorsabban aradtam, mint kultiváló. Kettő a kombányba, kettő a kultiválóba, meg egy hordja a szemet. Ez így tök jó. Kettő, mármint kettő traktorba kultivál, kettő kombányba arat. Meg egy hordja a szemet. És hol van a szemhordó emberünk? Nem balcom. A föld végébe keresztbe. Ja, ott az MTZ-be, jó van. Ó, gyerekek, gazdagság lesz, itt eladjuk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon frankó lesz. Kombájban mindenben maradhat a szem, az a lényeg, ne legyen eladva, mindenképp epic áron akarom eladni. Lehet, hogy aztán soha nem lesz az, most biztos vagyok benne. És addig akarom pörgetni majd az időt a következő részben, hogy epic áron fogjuk nyomni, de van egy nagy ötletem egyébként, amit még szeretnénk megvalósítani. Tökéletes. Gyerekek! Figyeljetek, pont kettő kombány egymásra szembe. Lefogta azt a két utolsó sort. Jó, gyerekek, nagyon jó!
Gyógyuljon a kirovac, jaj! Egyébként ez le is van amortizálódva, egyre lassabbak megy. Meg kéne javítani, ugye? Nem tudom, a belső pótkocsikom nincs is szem, ugye? Azokra is lehet majd eregetni. Legyen pótkocsik minden. Azért mekkora különbség van a T-100-et felkáv egy kiló között. Kíváncsi vagyok, mennyit övet meg a üzemanyagból a kiló. Szerintem zabálja rendesen. Mind a kettő kombány elég jól megvan ragva még, 60% fölött lesz. Ó, meg is van az aratás, gyerekek, megvan az aratás. Hát átmegyek a túloldalra. Én nem olyan lány vagyok, tudjátok, van az a mém, amikor az ifába tölti. Az ifába tölti a kettő kombány, a magot. Jó, hát ezt le kéne kultiválni. Kulti végéig lesz a vidi, gyerekek. Mondan én, bazza. Belőz. Belőz, more. Bár már iszonyat hosszú, szerintem rettető hosszú, de nagyon jó kitartásotok van, hogy egyébként az durva, hogy hajnali egykor raktam ki, vagy hajnali kettőkor a botpakot, és már leszették, és feltelepítették, és itt vannak ezek a srácok, úgyhogy marha jó. Köszönöm szépen nekünk. Magyarul lol. Kulti végéig lesz. Ugye, végzzük a tárcsázással. Látlak, igen, jó. Megtartsa azok, aztán vége a videóra. 2 órája, OMG. Nem nézem az időt, bazze. Ja, hát egy ízék, IH tárcsákkal, ugye, kicsit jobban működne. Na mennyi ízénk van? Valaki átveszi? Nem akar senki kultizni? El vannak lostulva az emberek, lostulva. Jó, már simán meg lesz, lehúzza. Adjad! László, nyomjad neki, mert már megöberedett a kezem. Mindjárt, mindjárt. Az a baj, most pörgetjük, valószínűleg nem lesz meg, akkor már 2 órás a videó, azt se akarom, hogy ilyen barha hosszú legyen. Nem tudok ugrani még mindig, bassz, komolyan mondom, ez halál. Na mi a szituáció, mennyi van? Ennyit cuccunk. Az a baj, nem tudok ugrani, gyerekek, esküszök. Ezért nincs semmi. Nem tudok ugrani.
Nem tudom megnézni, bazzá. Hát... Ennyi az összes. Meg még. Csak az ugye az nem csak azon múlik, hogy fölfele megy, hanem akkor néha dobja be ilyen event formájába. Van itt egy lapát. Lol. Na nézzük meg a földet. Bada, nem tudok ugrani. Mekkora egy hülye. Nem ettől, nem az bugolt be, hogy ezt. Ez értem, tereprendezés. Jó, van, ezt lehúzzák a srácok. Jó, oda. Aztán akkor utána szerintem véget, így bele tudok mindenbe is nézni, úgyhogy jó. Ja, valószínű, hogy tele van, akkor ezen a pótkocsiban szerintem ez egy olyan 5000 liter, 6000 liter körül lehet. Meg akkor... ezt akartam megnézni, meg be van tárolva nekem, abból 30000 liter. Jó, akkor van egy olyan 35000 literünk, hát ja. 3000-re fölmenne, akkor ugye 90000 kijönne belőle, több mint 90000 százalék kijönne belőle. Jó, ez frankó, csak nem tudom miért nem tudok ugrani. Ez ennyi őrület. Ja, hát a szalmát az bukjuk. Egyébként amiatt lehet, hogy jobb a... Silóbővítést is kell venni, de egyébként egy nagy tervem van most a következő részre. Úgyhogy azt meg kéne valósítanunk. Oda nézzetek, gyerekek. Nem tudok googolni se! Semmit! Lábam a te! Pont a lábam mellett elment. Jó, meg is vagyunk. Jó van, gyerekek! Közben búcsúzási van. Mert úgy látom, hogy azért ez a rész ez nagyon epik hosszú lett. Vetnem kell következő részbe, amíg eldöntjük, hogy mit, cigánykereket mi. Na, skacok, itt meg ide van, forgalmi akadály, itt mindig összeakadnak az autók. Gyertek a kávéra! Na, egy sör! Honnan van láncfűrész a testvére? Mi a múltkor vettünk, vagy mi volt? Már tényleg van láncfűrésze. Meg mindenkinek van láncfűrésze, lenne nekem is, csak... Na. Csoportkép. Itt a izé előtt. Kocsi előtt. Borítókép meg. Valaki a buriba mászkál. Ki lehet nyitni a ajtóját? Nem megyek addig vécére. Hol? Csapkodják az ajtót! Ne csapkodd az ajtót, Bore! Na. Lol. Ne csapkodd az ajtót! Na. Csoportkép! Várjatok! Csoportkép! Ide gyertek elém! Na, hova? Ide, ide, így! Így! Na, fotózok! Oké, jó van. Ezt fogom kivágni, nem, és még magamnak mondom, hogy mit a kattintanék egyet még ráadásul, oké. Na, elbúcsúzom srácok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Lesznek még akkor ilyen részek, remélem tetszett mindenkinek. És a következő részben hatalmas tervei vannak, hogy kipörnek megint. Sziasztok!